Sziasztok, Kova vagyok, hallgassátok meg kedvenc dalainkat. Nyilván a zene, az édesapám által már nagyon korán befolyt az életembe. És én kisgyerekkoromban rögtön Jimi Hendrixen meg Creamen nevelkedtem. Édesapámnak az volt a minden annak idején. Nekem azért is lett Jimi a becenevem egyébként. Nekem ez volt az első, és ez azért hatással volt rám, nyilván gyerekkorban, hogy már ilyen komolyabb, vagy keményebb rockzenéket hallgattam, és akkor utána nekem egyszer csak így beütött a rockzene. Egyszerre jött be az életembe a Guns N' Roses egyébként, az Appetite lemeze. Azt gondolom az én generációmban, aki zenével foglalkozik, szinte mindenkit megütött az a lemez. A magyar rockzenei érából pedig akkor iszonyatosan elkezdett dübörögni rá pár évre a Sex Section. Hogy azok voltak az első olyan dalok, amiket én a legelső zenekaraimmal is elkezdtünk játszani alul. Onnantól kezdve építkeztem így. A Guns az nagyon sokáig ment, utána a Cult, meg egy glam rock zenekarok, amit szerintem senki nem hallgat. Vagy Berényben nem tudom, 3-4-en hallgattunk el, ilyen Mötley Crüe, Poison, White Lion, meg olyan zenekarok, amin most megnézed a videóklipet, lehet, hogy hülyére rögöd magad, mert nem tudod, hogy nő vagy férfi éppen az előadó. És utána egyszer csak így fordult a kocka, és nekem nagyon beütött a Pantera. Az egy annyira más világ volt, és nekem ez a Pantera a mai napig egyébként, hogyha edzek, akkor ilyen keményebb zenéket hallgatok. És nyilván utána, hogy jobban belemegy az ember, vagy én belementem a zenélésbe, azért próbáltam sokkal nyitottabb lenni. A Stingtől elkezdve sok mindent. Most az Elvis Presley az nálam nagyon megy. Én nekem az Elvis Presley valami miatt így mindig ott a mellékvágányom úgy ott volt. Szerintem így a legnagyobb rakendőcsáv volt. Szerintem az embernek az életszakaszához bizonyos zenék így beütnek, és akkor lehet, hogy egy fél évig is képes csak arra fókuszálni, meg azt az előadót kicsit így áttúrni, felfedezni. Van ilyen időszaka is az életemnek, hogy például Tina Turner életét, és alig vártam, hogy az a film megjelenjen. Tehát próbálok ilyen mindenevő lenni, meg figyelni a fiatalokat egyébként, akik jönnek. És látok egy-két nagyon jó zenekart. Például nekem most a Tortuga az nagyon beütött. Hallottam én már, amikor a klipeket is néztem, hogy jó, de amikor tényleg ilyen fiatalok felszálltják a színpadot, és például az a fajta zen, amit ők csinálnak, az ritka.